Köszöntöm a kistelekieket. Darabos Gábor vagyok, 45 éves, nős, két gyönyörű szép kisgyermek édesapja. Kisteleki vagyok, olyan kisteleki, akivel minden nap találkoznak. Akivel találkoznak reggel, amikor viszi a pékárút, délelőtt, amikor az orvosnál a rendelőben az orvosra várunk, délután, amikor a fiamért megyek az óvodába, vagy este, amikor focizom vagy a pályán, vagy a teremben. Úgy gondolom, hogy ismernek engem, és én is ismerem önök gondját, baját, hétköznapját. Ez, és az, hogy közel 35 dolgozónak adok munkát, a társadalom széles rétegét ismerhetővé teszi számomra. A következő öt évben gazdasági és társadalmi szempontból is változásokat szeretnék. Eddig idegen, messziről jött nagyvállalkozókat szerettünk volna a helyzetbe hozni kisteleken, olyan beruházásokat támogattunk, szerettünk volna, akik több dolgozót fognak majd foglalkoztatni kisteleken. Ez kisebb-nagyobb sikerrel sikerült is. De úgy érzem, hogy a jövő az az, hogy akik eddig is munkát adtak kisteleken, az egyszemélyes vállalkozástól egészen a több száz fogl dolgozót foglalkoztató munkáltatót, Segítsük kisteleken. Hisz eddig is ezek adtak munkát, és szeretnénk, hogyha ezután is ők is tudnának munkát adni kisteleken. Nem csak gazdasági, társadalmi, a kistelekiek hétköznapjait befolyásoló döntéseket is hozunk. Ebben alapelvem, és úgy gondolom, hogy ez fog vezérelni, hogy úgy döntsünk, hogy közben arra gondoljunk, hogy a gyerekek kezét fogni kell, a fiatalokat segíteni kell, az elesetteket és a nyugdíjasokat pedig gondozni. Ha így döntünk, és ezek fognak előttünk állni, ezeket fogjuk figyelembe venni, akkor döntést nem hozhatok én sem. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és a lelkiismeretükre bízom a döntést. Köszönöm.